A koronavírus okozta a gazdasági nehézségek ellenére is több ágazatban emelkedtek a bérek. Így például 10%-kal nőtt a pedagógusok és az óvónők bére, 20%-kal emelkedik a szociális és a bölcsödei dolgozóké, 21 el az ápolók bére, de márciustól 20%-kal több lesz a kulturális szektorban dolgozók fizetése is. Az emmi államtitkára érét vári Bence Barna következő vendége. Köszönöm szépen, jó reggelt államtitkár. Szép jó reggelt kívánok. Menjünk bele a részletekbe, menjünk sorba. Általában az emberek fölteszik a kérdést, hogy járvány van, de a gazdaság növekszik, hát akkor ez a fedezete a béremeléseknek? Igen, itt arról beszéltünk, hogy több százezer embernek növekszik most az évelején a bére, több százezer embernek, akik másokért dolgoznak, akik humán területen dolgoznak, iskolában, szociális intézményben, kórházakban, és ez abszolút nem magától értetődő, hogy ezeknek a teljes fedezete körülbelül 700 milliárd forint, ami többletként most az orvosokhoz, az ápolókhoz, a pedagógusokhoz, óvodai dolgozókhoz, bölcsődi dolgozókhoz megy, és úgy, hogy valóban egy válságos időszak van, hiszen a koronavírus miatt a gazdaságban is láthatjuk, hogy milyen nehézségek vannak, és más országok azzal küzdködnek, és Magyarország után érik csak majd el ezt az eredményt, hogy visszatérjen a gazdasági teljesítményük a koronavírus előtti időszakra. Nálunk viszont egy masszívan 6% fölötti gazdasági emelkedést tudott megvalósulni tavaly, és ez megteremtette a fedezetét annak, hogy idén béremelések legyenek. Egy válságos időszakban ez, 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 ritkaság, és láttunk válságkezelést korábban is, úgyhogy ezért volt nagyon, nagyon fontos, hogy tényleg egy jó újraindítás, egy gyors újraindítás legyen a magyar gazdaságnak, mivel a gazdaság újraindítása gyors és sikeres tudott lenni, ezért lett fedezete ezeknek a béremeléseknek, és tényleg úgy érdemes megnézni, hogy amikor a baloldal kezelt válságot Magyarországon, ugye 2006-ban az összedi beszédben Gyurcsány Ferenc ugye beismerte, hogy csődbe vitték, a, a csődközi helyzetbe hozták az országot, aztán ugye utána teljesen az IMF mentette meg csak hazánkat, hogy akkor hogyan kezelték a válságot ezeken a területeken, és most, amikor az egész világon van egy koronavírus járvány miatti válság, most viszont pont fordítva sikerült ezeket a folyamatokat véghez Azt mondja államtitkár, hogy hogyan kezelték annak idején a válságot a 2008-2009-ben. Kezelték? Hát rosszul kezelték, igen, mert minden kormánynak van döntési lehetősége, döntési szabadsága, de ők nagyon-nagyon hibás döntéseket hoztak. A mostani válságkezelést folyamatosan kritizálták, tehát azok kritizálták, akik utána mondjuk a pedagógusok esetében, hogy a válságkezelésre hivatkozva egyrésztről bezártak rengeteg iskolát, rengeteg telephelyet, elbocsájtottak 15 ezer pedagógust, és mellette elvettek a pedagógusoktól egy havibért. bért. Ezzel szemben mi történt most a koronavírus járvány időtartam alatt? idén is 10%-kal emelkedett a pedagógusok bére, korábban a járvány alatt egyszer már 10%-kal emelkedett, tehát az a járvány időszakában 10 plusz 10%-os béremelés, az iskolai igazgatóknál, az iskolai igazgató helyetteseknél pedig egy további emelés volt, ami a pótlékot 50%-kal, a fizetést akár 30%-kal emelte. Tehát nem csökkenés volt a, a, a gazdasági válság alatt, az egész világon beütő koronavírus gazdasági válság alatt, hanem, hanem emelkedés. De ugyanígy volt a szociális dolgozóknál, hogy a 2008-2009-ben elvettek tőlük egy bért, és a normatívát is csökkentették, volt ahol 30 ezer forinttal, volt ahol 100 ezer forinttal, attól függően, hogy sima ellátásról beszéltünk, vagy kiemelt beszéltünk. Most ezzel szemben ugye a szociális dolgozóknál is egy 20%-os béremelés is valósult meg most január Ha az egészségügyi dolgozókat nézem, akkor ápolókat, orvosokat elbocsájtottak, összesen 6 ezret. Aki ott maradt, attól elvettek egy havi bért, az orvosoktól is, az ápolóktól is most pedig ugye az ápolóknak 21%-kal nő idén január 1 a, bére, az orvosoknak pedig ugye egy több éves bérfejlesztésben összességében két és félszeresére is nő a bére, most egy ilyen 28 és fél százalékos rész van ebből a béremelésre az idei évben, tehát nem bércsökkenés van, nem elbocsátás van, hanem bér béremelés van. Ebből is látszódik, hogy egy rossz válságkezelés, rossz gazdasági számokat hozhat, akkor 7%-os gazdasági visszaesés volt. Most több mint 6%-os gazdasági növekedés volt a évben már az újraindítás következtében. És amikor persze, amikor rossz gazdaságpolitika van, visszaesés van, akkor megszorítás van, és a humán szférákban is elbocsátások mellett fizetés csökkenés. Kevés ország mondhatja el, hogy úgy kezelte a koronavírus válságot, hogy alatta az orvosok fizetését két és félszeresére emelte. Nyilván azért is volt ez, mert alacsonyan volt az orvosok fizetése, mindjárt úgy gondoljuk, hogy többet kellett keresni egy orvosnak, de azért egy két és félszeres emelkedést nagyon-nagyon kevés ország mondhat el, hogy azzal is igyekezett az embereknek az egészségét megóvni, azzal is igyekezett a, a vírus ellen védekezni, és minél több embernek minden ellátást biztosítani, amire, amire szükség van. Mert, mert mellett egy ilyen nagyon nagy arányú orvosi fizetésemelés volt, ahogy mondtam, ezeknek, ezeknek a költségvetési töblete, ez a 700 milliárd, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy összeg, ez kevés ország tudja a gazdaság újraindításából biztosítani a humán szférában dolgozók számára. Az ah, is belejátszik ebben, lehet, hogy Bodó államtitkár útok erre nem megkérdeznem, de ön van itt, aztán öntől kérdezem meg, hogy ugye 2008 2008-2009-ben olyan 12% volt a munkanélküliség, most nem is tudom, három és fél. Négy százalék, ba, négy százalék alatt van. Négy százalék alatt van igen, amikor abban belegondolunk, hogy mitől van ez, nyilván ez sok mindennek köszönhető alacsony adórendszernek, vállalkozás ösztönzésnek, meg hát annak is, hogy egy millióval több ember dolgozik. Tehát akkor 3,7 millió embernek volt munkája, most 4,7 millió embernek van munkája, és mellette akkor ugye 73.500 forint volt a minimálbér, most 200.000 forint a minimálbér. Tehát sokkal több ember dolgozik, érezhetően a bérek is meg tudtak nőni, így hiába jóval kevesebb a, a személyi a mértéke, azért mégis az államnak vannak bevételi, de ugye az is azért egy rendkívül fontos intézkedés, és mindenki a napokban szerintem nézi sűrűbben a bankszámláját, mert ugye ilyen más országban nem történt, mert Magyarországon sem, hogy akkor, amikor tényleg anyagilag is megterhelte a családokat a koronavírus járvány, akkor az átlagkeresett mértékig visszakapják a családok a, a, a saját adójukat. Kevés ország mondhatja el, hogy úgy sikerült újraindítani a gazdaságát, hogy ennek is megteremtődhetett a fedezete. Úgyhogy hála Istennek, hogy ma már többen tudnak dolgozni, ma már többet tudnak az emberek érezhetően keresni. Azért ez egy fontos erőlépés, hogy most magasabb a minimálbér, mint akkor az átlagbér. Ez többek között annak is köszönhető, hogy tényleg jobban működik a gazdaságunk, és olyan lépéseket hoztunk, ami tényleg azért orvosoknál és egy két és félszeres ápolóknál is egy 72%-os béremelkedés ebben a ciklusban, ezek azért, azért óriási erőlépések, és mondjuk az egészségben az is fontos, hogy a járvány és az óriási a járvány következtében is megvalósított óriási béremelés azért a hálapénzt is kivezeti az egészségügyi rendszerből. Ne feledjük, tehát akkor 2008-9 táján volt hálapénz is, meg vízidíj is, meg napidíj is. Most már se hálapénz, se vízidíj, se napidíj. Ez egyébként, hogy ennyi ágazatban növekszik a dolgozóknak a, a fizetése, az ellátmánya, ez az életpálya modellel is kapcsolatba hozható? Ez az élet kiszámítható életpálya ívre, gondolok most. Mi azt szeretnénk valóban, hogyha valaki hosszú távon tudna építeni egy-egy ilyen hivatásra, Jól tudjuk, hogy persze ettől függetlenül még azért mindenki úgy gondolja, mi is úgy gondoljuk, hogy fontos volt ez a 10% a járvány első időszakában, most ez a másik 10% a pedúsoknál, de a kormánynak elkötelezett terve, hogy ezzel nem befejezte, hanem, hanem, folytatta azt, amit elkezdtünk 13-ban, egy 50%-os béremeléssel, és egy hasonló, nagyobb léptékűt szeretnénk, hogyha a választóktól bizalmat kapunk, a jövő évben is elindítani meg mostani a pedúsoknál, hogy így újra egy, egy nagy béremelés legyen, és tudjuk, hogy a szociális szférában is fogunk még tovább béreket emelni, tehát ez nyilván egy, egy folytatás, csak az a fontos, hogy képes legyen egy kormány arra, hogy ennek a gazdasági alapját megteremtse adó és más intézkedésekkel. Egyébként a minimálbér meg a garantált minimum, az mennyivel tolja az összfizetést? Ugye a kormánynak viszonylag kevés lehetősége van arra, hogy az állami szférán kívül a, a béreket befolyásolja. Tudja az adórendszerre befolyásolni, ugye ezért csökkentettük a, a személyi ezt se felejtsük el, a baloldal korábban is, és a mostani terveiben is a főső adókulcsokkal messze 30% fölötti adóról beszél. Az előző kampányokban is most is ez látható, hogy, hogy ez 30, akár 40% környékre is mehet, most ilyen 15. Tehát a fizetésnek a fele ugorna egyből. Sokkal nagyobb része ugorna, így van, és hát és a családi adókedvezménnyel, aki három gyermeket nevel, átlagos fizetéssel nevelik a szülők a gyereküket, ők lényében le tudják nullázni a személyi a kulcsát. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy fontos lépés. Ezekkel tudunk jövedelmet növelni de, de a, a piaci szférában az állam nem tud így közvetlenül beavatkozni, egy dolgot tud tenni, és ezt tettük is radikális mértékben, hogy megemeltük a, a minimálbért, ugye? A, a baloldal két ciklus alatt 50 ezerről 73500-re emelte, tehát 23500 forintra emelte, ugye 73500-ről 200 ezerre, tehát többszörösét emeltük ennek. Tehát nem, nem, nem tudom hány ciklusnyi, de lehet, hogy nem tudom 6-8 ciklus is kevés lett volna arra, hogy három ciklusnyi, sőt, biztosan kevés lett volna, mert sokkal nagyobb, nagyobb, a, nagyobb az ütem az utóbbi években, a baloldal kormányok ennyit lépjenek, mert ezzel nyilvánvalóan a cégeknél is, Mindenhol vannak alacsonyabb keresetők, közepes, magasabb keresetőek, Ha az alacsonyabb keresetőeknek radikálisan nő, több mint 20%-kal a bére, akkor nyilván a többieknek is arányosan a cégnél emelik a bérét. Így mindenki számára egy pozitív spirált indít be a bárminek az emelése. Ezért volt hosszú az előkészítő tárgyalás, ezért volt nagyon sok fordulója, ezért döntött úgy a kormány, hogy adót csökkent a munkáltatók oldalán is, mert ez nem olyan egyszerű döntés, hogy ezt egyszer kimondjuk, és akkor onnan a kezdve minden válkozó ezt ki tudja termelni. Az állam vállalta, hogy kevesebb közteher lesz a munkabéren, amit a munkáltatóknak be kell fizetni, ezért ők vállalták a minimálbér, vagy elfogadták a minimálbérnek a megemelését, nyilván nem tapsoltak a de elfogadták a minimálbér megemelését, és ez nyilván további béremeléseket is hoz minden cégnél. Államtitkár úr, köszönöm szépen. És köszönöm.